Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak? Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifko Krisztián, alias Mujó. Majd rátérünk arra is, hogy atya úristen, ja, az a history. Jó, megijedtem, átkatítottam a history-ra. Mondom, gyorsan kitöltöttétek, de csak az utolsó 30-at néztem. Rátérünk majd arra is, hogy mi volt veletek, de exkluzálnunk kell magunkat majd most Krisztián macska zörejeiért, mert macska zörejeket hallottunk az utóbbi 10 percben, úgyhogy ez nem a professzionalizmusunkra jellemző, de hát az élet írja a forgatókönyvet. Kinga pedig a háttérzaj technikusa a Krisztiánnak. Igen, mindig csöndben van Kinga, csak amikor azt kérem, hogy legyen most 10 másodperc csönd, akkor esik le egy lábos másfél méter magasról. Megoldjuk, Kinga, köszi. Ez most test közelből megy az adás. Kinga testének az a közeléből? Az élet sója. És... ja, és az elmaradhatatlan pelzó fütyülés. És a fütyülő kazán. Öcsém, hát ez kész. Várjál, most én is megfütyültetem, várjál. Ennyi. Beszakad a dópártyám. Elmészte a francba, meg oda, ahova gondolom. Na, mi történt veletek, fiúkák? Hú. Mi volt itt? Netflix, tényleg az, tehát az még ki sem húztuk a lábunkat a podcastből, már akkor előfizettünk a Netflixre. Brutális. Ugye én tudtam, gondoltam, hogy nem ez lesz, hogy egyből a magyar felirat, de így is rohadt jó szerintem. Figyelj, valamelyik oldalon egyébként van valami csavar, hogy jaj, az SRT-ket be lehet. Persze, meg átkonvertálni, meg időzíteni, nem kell ilyenekkel szórakozni, angol felirat, az jó van. De zseniális, megint elkezdtem nézni az IT Crowdot, a Blacklistet, a Narcost, úgyhogy azok így is tökre faszák. Ami még nagyon jó, hogy jobbulást Kingának, add át neki. Jobbulást kíván Charlie, édesem. És Fifika is. És Fifika is. Ez a köszi. Nem köszi, csak haladt elfele ez a Doppler effektus miatt. Aha. Hangzott így. Ilyet, erről a Sheldon Cooper jutott eszembe. Isten, minek költöztél? Doppler effektus. Emlékszel arra? Igen. Én zebrának néztelek volna. Te hülye vagy, a Doppler effektus. Na, szóval a kids rész az különösen tetszett a feleségemnek, mert hogy a gyerekekkel milyen jó lesz úgy angolozni. Tudod, ilyen Peppa Pig meg anyám kínjai, nem tudom ezeket nyomon követni. Hát várom, hogy jöjjenek. Biztos, tehát olyan isten nincs, hogy bejövünk egy piacra és feliratok nélkül hagyjuk a magyarokat. Láttátok azt a gifet, nem? Mikor száll le az anyahajóra a vadászgép, és akkor írják alatta, hogy Magyarországon van Netflix, és akkor ástartol a repülőgép felé, és felirat, de nincs felirat. Az zse, nem tudom, ki csináltad, de zseniális. Úgyhogy... Zseniális. Úgyhogy nekem körülbelül ennyi volt a hetem, meg elkezdenek szivárogni a cuccok. Egyet már kiraktam a Facebook oldalra, ez a Syncwave-nek a Panzer Box a használhatatlan 200 wattos teljesítményével, meg szivárog mindenféle szírszar, és még Boriszt várom, hogy csináljuk már akkor a Ruby likvideket szépen sorra, aztán azok is jöjjenek. Aztán még majd lesz itt újdonság, de azt majd menet közben, de először most figyelek arra, hogy Mujót is meghallgassam, hogy és veled mi történt, Mujó, a héten? De Fifikával szoktad kezdeni. Nem baj, most veled kezdjük. Hogy ne felejtselek el ezért. Igen. Rövid leszek, mert most az egyszer, hogy hajlandó lennél meghallgatni, semmi nem történt velem, dolgoztam, mint a gép. Ennyi történt velem.
Na ezért folytatjuk Fifikával. Nem is igaz, nem is igaz. Bejelentkeztem fogorvoshoz. Mert rosszak a fogaid, Pistike? Nem rosszak a fogaim, csak már nagyon régen nem, de rosszak a fogaim. Nagyon régen nem jártam fogorvosnál, és én ilyen, hogy hívják, nagy generál üzemmódba szoktam ezt csinálni. Ja, te mindig csak úgy, hogy amikor már az egyik fogaddal valami gond van, akkor mész fogorvoshoz. Nem, gond nincsen igazából, de hogy most már nagyon időszerű egy nagy generál. Úgyhogy nagy projekt lesz, sokáig fog tartani, de most erőt vettem magamon, és elmegyek. Na, oszd veled, mi van, te lápilidérc román medve? Jaj, a medve köztársaságban, hát ott is egészen fölmelegedett az idő. Egyrészt, másrészt meg ugye évet zárunk, évet nyitunk. Volt egy ilyen nagy gyűlésünk odakint, és hát ez egy ilyen háromnapos összeröffenés volt. Én elfáradtam, mint az állat, de nagyon finomak odakint a levesek. Tehát az egy külön kategória, amikor csíkban levest eszel. Azt mindenkinek... Jó, hogy olyan egyébként. Levesek. Hát igen, tehát ez most ez eszem is abszolút te kulináris vonalon. Hogy analóg levesek. Igen, ezek a... Hát, öcsém, öregszem, egyszerűen nem jut eszembe a levesnek a leves... Nem, ennek a leves típusnak, ami odakint van. Nagyon finomak, nagyon jók, és egyébként hát a magyar laktarészeken hihetetlen jól főznek. Az élelmiszerek is egész mások, és olcsóbbak. Tehát most előfordult az a hülye helyzet, hogy így bevásároltam megint mindenféle tejfölt, szánát, ráadásul ott ugye van egy kvázi helyi termékvonal, ez a Gobi termékek. Nagyon finomak, nagyon jók, mindenki kedveli, meg szereti ott kint is őket. Sőt, hát az út mentén, érted, egy ilyen büdös nagy óriás plakát ki van rakva, hogy hazait veszem, hazait eszem, mert helyén az eszem. Zseniális. Csak iszonyú hosszú az út oda-vissza. Lehetne egy kicsit közelebb is, de hát erre Ceausescu annak idején vigyázott, hogy a magyaroktól jó távol kerüljenek. Hogy mondod? Nem Ceausescu, Ceausescu. Csau, ez állandóan kiavít, bazeng. Nem lehetne a Charlie-t elküldeni valamilyen anyanyelvi ellenőrnek, bazeng. De a szervereket nézegesse ért. Grammar náci. Így menne az utcán, és így mindenkire ráordítana. Mit mondtál? Hát de így szoktam. De csinálhatjuk azt, hogy elmegyek én most, nézem úgyis még sorozatban lemaradásom, azt akkor szóljatok majd telefonon rám, hogyha vége az adásnak, és akkor leállítom. Mit mondtál, kecseg? Grécsi László és egy ketrec harcos szerelem gyereke. Elképzeltem. Ez találó volt egyébként. Hát meg a héten nagyon-nagyon sok ilyen negatívum verte be a fejemet. Facebook csoportok zárnak be, érted? Jól menő. De ilyen. Mi? Tehát, hogy olyan csoport, amiben élet is volt, vagy hogy? Hát igen. Tehát, hogy így naponta 20-30 eszköz került föl, vagy nem tudom, mert hogy én nem jártam oda, meg nekem nem nagyon vannak ilyen használt dolgaim, csak így megdöbbenéssel láttam, érted, hogy zárnak be csoportok, meg így már mindenki készül a térre, vagy nem tudom, tehát így tudod, ez a winter is coming, az én angolságomban kifejező. Igen.
Ezzel kapcsolatban ez nincs fölírva, de akkor beírom én ezt ide, hogy webshopok itthon, nem itthon. Mi van akkor szerinted, Krisztián, jelen szabályozás szerint, hogyha egy külföldi illetőségű webshop Magyarországon bérel szervert vagy tárhelyet? Elektromos cigaretta webshop. Ez egy érdekes kérdés. És itthon nem forgalmaz? Akkor alapvetően szerintem nincsen hozzá közük. Uh-huh. Nem itt folytatja a kereskedelmi tevékenységet, és alapvetően a távol lévő közötti kereskedelmi tevékenység van tiltva, nem az, hogy posztoljon valamit. Aha. Jó, nekem is ez volt a meglátásom, de már ilyen híreket hallottam, hogy nem igazán vállalja senki a külföldön levő webshopok itthonról történő hoztolását sem. Én meg úgy vagyok vele, hogy srácok, én pont letoljom. Mit kell ezen vállalni? Három kattintáson is egy tárhelyet, azt ennyi. Tehát a tárhely bérlést azt nem tiltja semmi. Tehát annak mi köze van ahhoz, hogy te mit állsz? Tudod, úgy vannak vele, most olyan parába vannak, mint annó voltak a torrentes lefoglalásoknál. És gondolom, ettől akarják a fostosabb szolgáltatók megóvni magukat, de hát ez magasfokú alultájékozottságot mutat szerintem, de mindegy, az én bizniszem javul csak, hogyha senki nem mer itthon tárhelyet szolgáltatni e-cigiseknek. Ja. Úgyhogy ez lett volna a kérdésem. Én csak azt nem értem, hogy korunk tárhelyszolgáltatóinál, hogy merül föl egyáltalán ez a kérdés. Tehát lekádereznek, vagy mi van? Mert tényleg a legtöbb szolgáltatónál nem bemész az ajtón, és elkezdenek beszélgetni, hogy és maga mivel foglalkozik, minek magának tárhely, hanem odamész, kitöltesz egy formot. Ja, várjál, ne, ez mostanáig így volt, de ezután majd úgy lesz, hogy kitöltesz egy formot, és az alján lesz két checkbox, az egyik, hogy ön torrent trackert üzemeltet? Igen, nem. Következő, ön elektromos cigaretta webshopot üzemeltet? Nem tudom, hogy hogy gondolja. Ezt már annyiszor eljátszottuk ezt a apró kis szituációt, hogy így bemész a börtönbe, érted, és akkor mondják, hogy úristen, nézd már, ott megy ez a csávó, az elektromos cigizet, azt a kurva! Ne nézd rá! Webshopja volt. Tudod, ne nézd a szemébe, megöl! Érted, és akkor majd így a dílerek így mennek oda hozzád kuncsorogni, te, nincs valami jó ötleted, hogy lehetne ezt mégis megoldani? Te csak elcigiztél, hát érted, az a legveszélyesebb a világod, ott üti a marihuánát. Hallod, tudod, ez a börtönben, mikor nem tudod, hogy ki foglalkozik ilyen, keresd a Pistit, ki nem mond a nevét, nem mond ki, csak így rámutatnak, ő az. Fiatalság, bolondság. Lesznek itt még érdekes szituációk szerintem, és ugye a másik történet. Szívfájdalmam az, hogy amikor a piacot nem a gazdasági erőviszonyok működtetik. Érted? Tehát hát azt elmondták a héten is, hogy ez nem úgy van ám ez a közbeszerzés. Hát ez teljesen normális, hogy azok a szereplők nyernek, akik most nyernek. Ebben semmi kivetni való nincs. Aztán mikor mondták, hogy de azóta, mióta összeugrott lelki és szellemi vezetőnkkel a Simicska, azóta furamód kevesebb közbeszerzés nyer. Ilyen nincs a háttérben, abszolút nem emiatt. Semmi köze az, amit gondolsz. Nem, abszolút. Semmi. Az ég adta világon. Az ez jó lenne effektnek ez a befele történő büfögésed, ez a csuklok. Ez jó, ez csinálj konkrétan ilyen effektet, még majd vagy előtte maradj a csöndben, hogy ezt ki tudjam vágni. Nagyon jó. Csuklok konkrétan. Olvastam a témában egyébként, masszívan off-topic, amiről beszélünk, de olvastam a témában egy egészen jó cikket, azt itt becsipogom nektek Skype-on, csak hogy meglegyen nektek is. Így a korrupció, gazdaság, stb. Ilyenek. Majd, ha lesz Facebookon, édes Istenem. Ja, jó.
Hát jó, hát Facebookon is írhatnak ki. Jót az emberek, nem, Charlie? Nem, a Facebookról másoltam ki a linket. Ez pont az az Ó Péter, akinek volt az az ominózus kibaszott nagy budai villája, bazd meg, hogy le kellett volna bontani, mert természetvédelmi területre épített. Nem, ne, azóta már nem, az biztos. Hát azóta már nem, igen. Ott van szép link. Köszönöm szépen, nice. Ez a legunalmasabb rész a podcast hallgatóknak, mikor hárman olvasunk. De nem azért adtam, hogy most olvassátok el az egy kurva hosszú cikk, hanem hogy majd, ha már így ilyen téma is fölmerült. Fuck yeah. De ez mondjuk abszolút nem idegen az e-cigaretta piaci helyzetétől. Tehát azért ja, lássuk be, hogy furcsa szándékokkal nyílnak webáruházak az országban e-cigaretta kereskedés a december 28-án, érted, amikor mindenki menekül ki az országból, vagy hát gondolkozik, hogy most zseblámpát árulni, vagy kavicsot. Írd, ne csak körbeírd, mondjad is akkor, mert hát nem mindenki tudhatja, hogy miről beszélsz. Nekem a valamelyik Facebook bejegyzés volt az, amelyik így fölkeltette a figyelmemet, aztán fölmentem a Fekete Fórumra, és láss csodát, van egy új kereskedő, netes kereskedés, amelyik egyébként egy ismert dohányipari cég telephelyére van bejegyezve, és azóta már láttam is produktumukat, ami abszolút rendben van kinézetre, mindenre, csak meg fölmentem a weboldalukra is, természetesen megnéztem. A maga a weboldal is teljesen, tehát nekem ilyen letisztult példaértékű amúgy, tehát minden rendben van vele. Ha ezt ezelőtt 2 éve nyitják, akkor azt mondom, hogy le a kalappal. Most is azt mondanám egyébként, mint design, meg mint termékválaszték, meg leírások, meg úgy teljesen, totálisan oké minden. Csak a likvidjükön a disztribúció az már a dohánycégé, és többen tettek föl ott azért kérdéseket a Fekete Fórumon nekik, hogy most akkor mi lesz ezután, meg tudnak-e valamit esetleg, hogy ők ilyenkor nyitottak, tehát érted ezeket a kérdéseket. Igazából én nem láttam érdemi választ rá, gondolom, hogy majd 20-a után a trafikok ellátása lesz a fő céljuk, vagy a fő szerepük. Érted? Ennyi. Egyetlen egy mondat ragadott meg engem egyébként az oldal leírásukból a Magunkról című részben, hogy mindent lehet jobban csinálni. Hát ez standard webshop bullshit. Hát nem tudom, mennyire standard, vagy mennyire nem, engem ez így most így lelkesít. Tehát ezt így mondogatom magamnak nap, mint nap, hogy mindent lehet jobban csinálni. És hát ezzel a jelmondattal élek odakint. Ez jó pofa. Hogy mindent lehet jobban csinálni. Jobban is lehetne például megfogalmazni egy csomó mindent, mert azt mondja, arra jutottunk, hogy ezzel olyan kérdésekbe futnánk, mint hogy mi az a tank? Mennyi a 10 milliliter? Mennyi a 10 milliliter? Bazd meg! Megdöbbentő módon, kb. Pont 10 milliliter. Jaj, hát na, ez, megvan, hogy én miért nem járok a Fekete Fórumra. Jaj. Úgyhogy nekem ez egy ilyen érdekes volt. Mondom, mindenféle rosszalló szándék nélkül ezt, mert azért arra föl kell készülni mindenkinek, hogy két érdekes dolog lesz egyébként 20-a után. Ugye az, amit az egyik ismerősöm egyszer így elsütött, hogy,
hogy ha fölkerülsz a mennyországba, akkor két dolgon fogsz csodálkozni, hogy ki van ott, meg ki nincs. Tehát nagyjából 20-a után is ez a dolog lesz az érdekes, hogy kik lesznek benne a trafikokban, meg kik nem. Azok közül, akiről most azt gondoljuk, hogy bent lesz, lehet, hogy nem lesz bent, és olyanok bent lesznek, akikről nem is gondoltad volna. Tehát, és senkit nem lehet egyébként hibáztatni. Több ezer trafik van az országban, és gőzerővel érdeklődnek egyébként a trafikok az e-cigaretta után. Nekem legalábbis ez az információm van, és nyilván ezt a piacot valakik ki fogják szolgálni. Most én most előre szólok, hogy senki ne köpködje azokat a cégeket, akik majd be fognak jutni a trafikokba, és mondjuk a kedvenc likvidjük ott lesz a sarki trafikba. Valószínű egyébként még azt is el tudom képzelni, hogy önmagában az elektromos cigarettának ez egyfajta piaci bővülést fog hozni. Nagyon necces a helyzet, hogy mi fog történni. Várjunk egy fél évet május 20 után, és utána csináljunk egy körképet, hogy most bővült az elektromos cigi felhasználók száma. Nem. Mindig abban a hibába esünk egyébként, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy mi egyfajta szuper userekként használjuk az e-cigarettát, miközben az emberek többsége meg csak egy pont ugyanolyan eszközként, mint a mosógépet. Nagyjából ennyit szerettem volna kialakult helyzetről. Igen, mondani. Igen, ezért szoktunk viszonylag kevesen megmozdulni, amikor megmozdulni kell, mert az emberek többsége nem szívesen megy ki decemberben tüntetni a mosógépért. Vagy elvitte ja. Ő a szuper usereket, elvitte a szuper baktérium. Vagy akár az. Ez is lehet, igen. Én egyébként én sem köpködném meg azokat a forgalmazókat, akik valahogy üzleti szempontok mentén döntve elemezd akkor, Krisztián, hogy te hogy látod az üzleti szempontokat, hogy milyen kiugrási lehetőség van, mert én egy igazi lehetőséget látnék, az pedig a külföldre település, meg látok még egyet, de az nem tudom, hogy az mennyire vezet előre. Hát ezzel én is így vagyok, adja magát a külföldre település, ugye amikor megindult az e-cigi boltok 2012 végén a külföldre menekülésük a nikotinos mizéria miatt, én egy ugyanilyenre számítok most is, hogy áttelepül egy kicsit a pár száz kilométerre arrébb a cég, és valahogy megoldja, vagy fölépíti a nemzetközi forgalmazói hálózatát, tehát a nemzetközi kiszolgálást, vagy valami úton, módon megoldja, hogy szállítson vissza belföldre. Nyilvánvalóan ez egy kurva nagy visszalépés az érintetteknek, de én ezt látom, meg hát a másik, amiről az előbb Fika beszélt, hogy valaki meg úgy rendezkedik be a nem tudom néhány szűk esztendőre, hogy megpróbál együtt úszni az árral. Én ezt a kettőt látom. De most semmelyikötök nem mondja ki azt, amire gondolunk, hogy úsznál együtt az árral? Hát ebben okosat nem tudok mondani, félszemmel láttam, hogy a múltkor valaki beszélt róla, tehát tényleg nem tudom, hogy igaz-e vagy nem igaz, de hogy elvileg maga az elektromos cigaretta ellátása a trafikoknak az nem kötelezően a központi dohány ellátón keresztül kell majd, hogy zajlódjon. Innentől kezdve, aki itthon momentán importálással foglalkozik, az egy mozdulattal át billentheti az üzletét onnantól kezdve trafik ellátásra. És akkor szerinted kinek kell a termékenkénti, mondjuk kerekítsünk 200-250 ezer forintnyi engedélyezési költséget vállalja? Hát egyértelműen az importőrnek. Uh-huh. Csárli, ez a 200-250 ezer forint, ez mennyire biztos? Láttam olyan embert, aki olvasott róla, hogy valaki hallotta. Nem. Meg nem mondom. A helyzet az, hogy ebben a témában, mint hallatszik, és kurvára sötétben tapogatózunk, fogalmunk nincs, hogy mi lesz, és hogy van, mert hogy... Jó, csak hogy vázoljuk a hallgatóknak, annak a lelkes maréknyi embercsoportnak, hogy és akkor ne beszéljünk több száz, csak legyen
100 000 forint termékenként mondjuk az engedélyeztetési procedúra, az azért, ha belegondolnánk úgy, hogy mondjuk leszűrni, hogy egy nem túl nagy boltnak mennyi a kínálata, vagy mondjuk driptippenként 100 000, az erősen leszűkíti majd a kínált termékek körét, és én abban nem hiszek, hogy mit tudom is én, 6-8 kereskedő összeáll, és majd közösen engedélyeztet, szerintem az marhaság. Tehát ez nem termékre engedélyezés, hanem te megkéred, kis Pista, megkéred az X kazánra, és ha én meg akarom kérni az X kazánra, akkor szerintem nekem is ugyanúgy be kell csengetnem, és ki kell fizetnem. Nem ő az állam valószínűleg ezt fogja csinálni, igen. Én úgy tippelném, hogy nem az lesz, hogyha egyszer már XY. Hát persze, mert akkor gyakorlatilag mindenki, mondjuk van 10 szereplő, 9-nek akkor várakozóra kéne állnia, és megvárni, míg az egy belepumpálja a lóvét. Ha meg nem így van, hanem felosztanák egymás között, hogy te ezt, te azt, te azt, akkor az meg mi? Kartelezés. Jó, és most jaj, megy a rádióban ez a gyönyörű reklámspot, hogy és kint az állatkertben sétálnak, bent a pálmaházban pedig karteleznek. Ezt nem hallgattatok még? Nem hallgatok rádiót. Beszartok rajta, ez olyan spot. A gyerekek kint simogatják a vízilovakat, meg nézegetik az orrszarvúkat, bent a pálmaházban pedig több gyanús alak üzleti megbeszélést folytat. Ne kartelezz! Nem éri meg! És hát mondom, ez kurva jó. De ez mit reklámoz, Charlie? Hát, hogy a kartelezést, hogy az micsoda ördögtől való bűn, és ezt úgy is kiderül. Ezt reklámozza. Ja, hogy ez nem gangstazoli és a kartel. Nem, és nem túcsellóz, meg nem mi az Isten? Na, hagyjál békébe. Nem Beethoven, és nem Krisztián a Hegedűn. Igen, meg hogy hívják a haverodat? A Puszi Együttes a gondolat. De Puszi ki volt együttes. A Feat? Rozsomárk. De ő nem a haverom. Nem, Rozsomárk. Ja, úgyhogy... Úgyhogy lehet, hogy arra fognak berendezkedni a hazai kereskedők, hogy majd nem fogunk tőlük tudni venni, hanem az lesz, hogy Boncz Géza és lelkes színházi társulata, most csak így példaképpen, ő csak berendeli és tovább löki annak a kereskedőnek, aki akar tőle venni valamit, ha akar hát tőle venni figyelj, valamit. Figyelj, hogyha végig gondolod, egyébként mondjuk az, aki nagykereskedéssel foglalkozott, vagy nagykereskedéssel is foglalkozott idáig, meg mondjuk gyártott is, és értékesített az országban, annak más lehetősége nagyon nincsen. Hát igen. Mint meg hogy, hát adott az egész infrastruktúra. Tehát. Mint hogy bejelenti a termékét, ugye ez múltkor valaki fölhívott, ez nem egy vizsgálat. Tehát itt bejelented, és 6 hónap múlva megterítheted vele a piacot. Hát a termékeket, a likvidekkel nem ez a helyzet, ugye, mert ott mindenféle szírszar kibocsátás, meg anyám kínja kell, bármivel onnantól kezdve, hogy a kormányrendelet az ízesítéseket betiltja, innentől kezdve lesz egyfajta likvid maximum, a nikotin erősség skálázódik. És a kutyának se fog kelleni, tehát ez most néztem egyébként ezt a nagyon biztonságos Nikvitin tablettát, tudjátok, amit reklámoznak, olyan formája van, mint az öngyújtónak. Uh-huh. 4 millis. Most csak azt nem tudom, hogy per tabletta? Igen. 4 hát, milligram? Igen. Hát ez volt rajta ráírva, nem... És tehát, hány tabletta van benne? Hát sok. Halálos dózis, ha erre akarsz kilukadni. Igen, ez érdekelt volna, hogy ha már az elikvidet... A konzervatív halálos dózis, azt azért tegyük hozzá. Igen, igen, igen. Nem, én sokat gondolkoztam egyébként, ezen nem tudom ti, hogy látjátok, ahol mit. 2 dolog jutott eszembe, és az egyiket el fogom felejteni, mire az egyik másiknak a végére érek, hogy
akkor kezdem az egyszerűbbel inkább, hogy szerintem az lesz, ha lesz egy ilyen réteg, aki átáll trafikellátásra, akkor szerintem a legvalószínűbb az az, hogy megnézik az eddigi forgalmukat és a legnépszerűbb termékeket meghagyják, az összes többit pedig kukázzák, tehát szerintem menni fognak, kiesnek a kínálatból a felújítható kazánok, mert az ugye nem is nagyon érdeke a trafikoknak sem, maradnak esetleg a minőségi, de jó minőségű gyári cserélhető belsős kazánok, az iSticknek talán egy-két verziója, egók szarásig, és én ennyit látok ebben, ami valószínűleg marad, mert nyilvánvalóan senkinek nem lesz érdeke, hogy egy több száz termékre vonatkozó palettát hozzon. Akkor várjál, Krisztián, csak hogy tisztázzuk, pont az a kazán marad, amelyik károsanyag kibocsátását tekintve a fasorban sincs a mi általunk használt kazánokhoz képest. Lásd mondjuk CE4. Nem pont egy CN4-re gondolok, nem használom ezeket, úgyhogy nem tudok neked neveket mondani, de ami mostanában jön a GSR-ek, meg ezekre gondoltam. Tehát az a viszonylag kisebb űrmértékű, tehát TPD kompatibilis, de... Ja, csak mert mondtad, hogy lesznek egók szarásig. Az egóhoz meg ugye jár mondjuk valamilyen, akármilyen fej, ami lehet akár mondjuk az általam is említett CN4. Akkor valószínűleg olyan régóta nem egózom, hogy már nem tudom, hogy mi van ezekhez az egó bigyókhoz. Hogy a fejekre egy kicsit kitérjek, egy picit megmozgatta ez egyébként pár napja az e-cigi állóvizét. Úgy el fogom felejteni a másikat. Ja, bocsánat, mondjad akkor, Krisztián, mondjad, én addig kiszaladok vízért. Igen, de ne szaladj ki, mert a véleményetek érdekel, és lemaradsz. Basszus. Akkor szomjan döglök, akkor inkább mondjad. Akkor szaladj ki vízért, és közben mondd el, hogy mi forgatta fel az internetet. Okay, hello. De akkor maradsz, vagy mondjam, vagy mi van? Vagy addig pacsizzunk fifikával. Máj csincs, mi? Máj csincsent, úgyhogy marad az, hogy mi pacsizzunk. Akkor egy gyakorlati kérdéssel fordulnék hozzád, Fifika, és a hallgatói itt kérdésekből előre hoznék egyet. Mi az a maximum mennyiség, amit például tőletek lehet rendelni, amit még ki is szállítanak? Tudok én tőletek 5 liter alaplevet rendelni például? Szerintem igen. De hogy nem az, hogy tudok-e rendelni, de hogy meg is jön-e. Hogy van-e valami fizikai szolgáltatásbeli korlát, amit mondjuk a kiszállító figyelj, nem? Mi a kargusszal szállítatunk be, szerintem marhára mindegy. Hát persze kérhetsz, mit tudom én, 20 kilót is, csak lehet, hogy ott már én fogom összevonni a személyadökömet, mert a szállítási díj az már az egekbe lesz. Aha. Szóval akkor az meg lehet, hogy mondjuk a forgalmazónak kibaszás, hogyha az ember megrendel 50 liter alaplevet. Hát olyan szempontból, bocsánat, hogy közbeszólok, hát ha a forgalmazó nem úgy állítja be a webshopot, hogy sávosan a súly függvényében változzon az ár, akkor az meg is érdemli. Voltam én, így rendeltem már amerikai webshopról, amikor kiírták, hogy ha ezt veszel, akkor ajándék bőrápolót kapsz a mindenféle kütyüjeidhez. Milyen a jó magyar? Bekattintottam egyet. $0. Tök jó. Bekattintok még 4-et. Basz meg, ez is $0. Charlie, mennyit kattintott be? Nem tudom. 20-at. Ameddig bírta a számot. Nem volt pofán baszki 100-at, de 20-at bekattintottam, és végül is szerintem ezért megfogták a vámon, meg kurva nagy csomag volt. Rohadjon meg. De elküldték? Persze, elküldték. Hát szó nélkül. Figyelj. Szó nélkül. Hát figyelj. Ezek teljesen korrektek voltak. Persze, nem kérdeztek utána semmit. Nézték, bazzeg, ez valami kuponos csaj lehet. Na én szóval, hogy a kazánra... Küldjük kinek. Kazánra visszatérjek. Van én egy... mindig nem mondtam el, de most már nem felejtem el. Oké, akkor mondjad. Azt hittem, hogy ilyen nagy a lakásom, hogy ezt el tudod mondani 20 lépés alatt, de akkor... Mondjuk. Nem, hát mondtam, hogy megvárlak, mert érdekel a véleményetek. Direkt megvártunk csak. Igen. Okay. Hogy az előző témával kapcsolatban én nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy hol a határ, vagy kell, hogy legyen határ igazándiból az erkölcsi, meg a
az üzleti szempontok között, hogy hol van ez. Tehát érted, arról beszélek, hogy míg például én nem fogok bemenni egy nemzeti dohányboltba, teljesen biztos, és ugye nekem nem a megéletésem függ az elektromos cigaretták forgalmazásától, hanem mezei felhasználó vagyok. Úgyhogy én ki tudok tartani az elveim mellett, és nagyon szigorúan szembe menni ezekkel a dolgokkal továbbra is, és nem úszni az árral, nem csavarnak lenni, vagy fogaskeréknek lenni a gépezetben. Viszont elgondolkoztam azon, akinek mondjuk a családja, alkalmazottai, stb. Tehát igazándiból az egész megélhetése ezen múlik, hogy ő azért egy egészen másfajta dilemmában van ebben a szituációban, és ezért jutottam én például arra, hogy én nem tudom elítélni azt a forgalmazót, aki akár külföldre megy, akár mellette itthonra, tehát tök mindegy, hogy most akkor tök mindegy, hogy megy-e külföldre, vagy sem, hanem hogy megpróbál úszni az árral és átállni beszállításra, annak reményében, hogy valamikor a közeljövőben visszaépítgetheti majd az üzletét egy olyan állapotra, mint amilyen volt. Én arra jutottam, hogy én speciál nem tudok rosszat gondolni ezekről az emberekről, nyilvánvalóan olyan szempontokat is mérlegelniük kell, amiket nekünk nem, meg nagyon véresszájú, kardoskodó e-cigaretta pártiak megtehetjük, ők nem. Érdekelne a véleményetek, hogy mi a... Ki kezdi? Kezdjette. Az a véleményem, hogy a vélemény alapvetően olyan dolog, ami olyan, mint a segjük, hogy mindenkinek van, de a másét nem szeretné látni. És az egyik az az, hogy ezt már szerintem kibeszéltük egy előző podcastben, a másik pedig, hogy véleményem nekem is van erről, de mellette ott a másik, hogy másik fele a nézőpontomnak, hogy véleményt akkor fogok mondani bármelyikről is negatív irányban, vagy negatív véleményt akkor mondok majd róluk, hogyha a zsebemben lesz, mit tudom is én, 20-25-30 millió forint, és oda tudom neki adni, hogy ne csináld azt, amit csinálsz, várjál ki, addig itt van, nem kell visszaadnod. Tehát én úgy gondolom, hogy senkinek a zsebében nem szabad és nem is illik ilyen szinten turkálni. Mindenki a piacról él. Én nem fogom fölvállalni azt, hogy azért hajjon éhen egy gyerek, mert az apja vagy az anyja egy e-cigi boltot üzemeltetett, és olyan tartás volt benne, hogy ő nem akart ellátóként üzemelni, hanem kitelepülni nem tudott, és elment takarítani. Azt csinálja, amiből meg tud élni. Természet, tehát, hogyha törvényes keretek között lehet, akkor nekem miért kéne őt elítélnem? Hát ez egy olyan dolog, hogy én se szeretem a mit tudom is én, a dohányos likvidet, azt mégse köpöm le azt a gyártót, aki olyat forgalmaz, vagy azt, aki olyat szív, mint felhasználó. Szerintem nincs közünk hozzá, hogy ki hogyan tud a törvény adta lehetőségekkel élni, és törvényesen élni, így mondom, mert mostanában egyre több politikus él a lehetőségekkel, de nem feltétlen törvényesen. Tehát nekem ez az álláspontom. Hú, egy dolog az, hogy kiállsz a törvényalkotás baromságai ellen, és próbálsz változtatni azon, amit csinálnak. Meg megint egy másik dolog az, hogy piacon akarsz maradni. Tehát ez két teljesen külön történet. És senkiben ne legyen kétség egyébként afelől, hogy aki eddig mondjuk nagykereskedést csinált, vagy gyártó volt, vagy jelen volt a magyar likvid piacon, az nem próbál meg továbbra is jelen lenni. Ha tud nyilván, vagy hogyha ezt a piac majd engedi, mert azért itt a piaci erőviszonyok azok eléggé érdekesek lehetnek, nem azt mondom, hogy lesznek, hanem hogy érdekesek lehetnek majd a jövőben.
De ettől függetlenül én is azt gondolom, hogy semmilyen szinten nem lehet elítélni senkit azért, mert egyszerűen életben akar maradni. És biztos, hogy jönni fognak az ilyen kommentek, hogy ó, persze, mert láttam annak a likvidjét, meg annak a készülékét, meg nem tudom. Áruló! A trafikba, és ne vegyétek meg, meg áll. Nem mi fogjuk megvenni. Lehet, hogy a likvidet, ha szeretted, meg tetszett, akkor ezek után bemész a trafikba, és megveszed. Mert az egyik kollégám azt mondta, hogy higgyem el, hogy az emberek sokkal, de sokkal lustábbak annál, ha a sarki trafikba lehet kapni, és lehet, hogy 300 forinttal drágább lesz, mint ahogy eddig vásárolta, de lemegy, leveszi a polcról, és ott van, akkor ott fogja megvenni. Tehát még egyszer mondom, az is lehet egyébként, hogy az e-cigarettázók száma ettől az ordas helyzettől még javulni is fog. Ez az egyik, amire szerettem volna reflektálni. A másik meg, hogy valamelyik hozzászólásban olvastam az egyik kedvenc filozófusunktól, hogy addig, amíg nem lesz Magyarországon szabad az e-cigaretta árusítása. Hát basszus, hogyha belegondolsz, most lett szabad. Hát ez egy érdekes megközelítés. Ugye hogyha így végig gondolod a dolgot, hát eddig volt tiltott a nikotinos likvid, most meg engedélyezett lett a nikotinos likvid. Az egy másik kérdés, hogy hol lehet árulni, és hogy milyen áron. Meg egy másik kérdés, hogy most majd az aromás likvid lesz tilos. Igen, az egyébként, aki ezt az aroma nélküli likvidet kitalálta a törvényhozásba, hát azt innen is csókoltatom. Ne csókoltass, bazd meg, találjuk már ki, hogy mi a faszom lesz az. Az, amit mi azért szívunk, hogy kicsit semlegesítsük az ízeket, az a ízetlen édes szar. Ne, tehát még azt sem mondhatod rá, hogy édes. Szívtelen, sima, igen. Likvidet, aha, igen. Annak idején hát én inkább azzal sima ízesítetlen végét, de igen. Hát a végé önmagában lehet kis PG-t kell hozzá keverni, Charlie. PG-t csak a buzik kevernek hozzá. Meg tengeri sót. És akkor már nem lesz olyan édes, érted? Sőt, még a tüdődet is tisztítsa. Ha tengeri sós vízzel, mondjuk még egy 3-4%-kal megdobod a ilyeneket ne is mondjál, az meg. Hát elvízesedik így is a tüdőnk. Ja, persze. Tudom, a gőzfürdőből is a mentők szokták elvinni az embereket, érteni tiszta víz a tüdejük. Hülyeség. Na, szóval visszatérve erre a dologra, egyébként ez az ízesítetlen likvid, mert folyamatosan én is úgy gondolok amúgy a magyarországi piacra, hogy itt majd még az is, az a nem is tudom, hogy szokták ezt mondani, amikor ilyen visszás helyzet van. Visszás helyzet van. Hogy még az a visszásság is előfordulhat, mondjuk, hogy a Charlie lemegy a trafikba, és ott vigyorog rá a 10 millis misztik málna. Semmi nem akadályozza meg ezt a helyzetet. Jó. Hát meglátjuk, mi a fene lesz. Ja, még egy aspektusról elfeledkeztem egyébként, egy ilyen lamentálást láttam félszemmel forgalmazói oldalról, hogy van egyrészt ugye az ügy, mint olyan küzdeni a szabad elektromos cigarettázásért és a szabad elektromos cigarettázás jövőjéért. Van egy másik vágányon az üzleti érdek és az életben maradás. Meg van valahol a kettő között a jelenlegi dohányosok érdeke. Hogy annak a 2 millió dohányosnak vajon mi szolgál nagyobb hasznára, hogyha mindenki ilyen
combvastag gerincet növeszt, és beint a rendszernek, és kivonul tüntetőleg a piacról, és azt mondják, hogy ha a trafikok, dögöljetek meg, nem lesz itt ebbe az országba elektromos cigaretta, vagy ezzel szemben az, hogyha valamilyen faramúci félsegges módon mégiscsak túlél a történet, és mégiscsak lesz valami esélye ezeknek a jelenleg dohányzó embereknek, hogy valahogy megismerkedjenek, és hozzájussanak az elektromos cigarettához. Ez is egy érdekes szempont még. Na most Charlie megint kilépett szerintem. Mint nem, csak Blackivel beszéltem, mert már nagyon régóta valami normális squonker kittet keresek, és... Mi az a squonker kit? Button feeder, aha, anyám kínja. És most... Beszélj magyarul! Bedobott egy alsó etetésű dripkazán, te hülye! Sekhízlalós kazán. Köszönöm szépen! Milyen kazán? Sekhízlalós kazán. De... Hát vagy nem is bottom feeder, hát figyelj, mint a, hogy hívják, a Horváth Ildikó típusú kazán. Ja. Segbedugós. Ja. Anál kazán. Új fogalmat teremtett. Képzeld azt a kazánt, amiben majd kúpot lehet dugni. Várj, tehát ezt meg is írom Blackinek. Most fejtettük meg. Új név. És közben olvasom feliratosan, amit mond Charlie-t jobb oldal. Anál kazán. Na, remek. Hát ennyire hülyék nem lehetünk. Na, és akkor most befejezted? Most befejeztem. Ó, nagyon jó. Akkor spontán... Sikerült árnyalnom esetleg a képet, hogy aki nagyon fölhúzná magát ezen, és tényleg leárulózná azokat a boltosokat, akik esetleg ellátás mellett döntenek, hogy ez egy nagyon-nagyon sokrétű kérdés és probléma. Tovább na megyek, igen, most már befejeztem. Tovább megyek a webshop kérdésnél. Azt is meg szeretném kérdezni, hogy mi van mondjuk azzal a hazai webshoppal, aki magyar telephelyen rendelkezik, Magyarországról, Magyarországon működtetett webshoppal külföldre forgalmaz? Mert van nem egy, nem kettő ilyen. Hát, hogy magyarországi webshop, aki külföldre forgalmaz? Igen. Arra ugyanúgy vonatkozik. Nem teheti. Uh-huh. Legalábbis szerintem, ahogy a törvényben meg van fogalmazva, a távértékesítés folytatása a tilos, és az bizony ugyanúgy távértékesítés. De várjál, a törvénynek van területi hatája. És a területi hatály szerintem Magyarország. Igen, de te itt vagy magyar vállalkozóként, magyar készlettel. De nem Magyarországra árusítasz. Tehát nem tudom, hogy a területi hatály így ebben a formában megáll-e. Hát, attól még értékesítést folytatsz. Na tehát... jó, van, ne idegesítsél föl, megint írnom kell a jogásznak. Na, tessék, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt mondanám, hogy szerintem a hatóságok erre harapnak, aztán majd a hatósági eljárás keretében vagy fölmentik, vagy nem. De bizonyítanod kell tudni akkor, hogy te ide nem árulsz. Tehát ez egy nagyon rezgő léces szitu szerintem. Ha nagyon szigorú értelemben vesszük, akkor ne rád, mint magyar vállalkozásra úgy vonatkoznak a törvények, hogy te nem folytathatsz távkereskedelmet ebben a termékkörben. Az országon belül. De az nincs ott benne. Na, ezt neki kéne szaladnunk, Krisztián, ennek a kérdéskörnek. Ez nem csak engem érdekelne, szerintem. Engem egyébként még az is izgat ebbe az egész kérdéskörbe, hogy tehát mondjuk gyártóként, kik honnan fogják beszerezni a nikotint, és ha ugye egész Európába készülnek, azért senkinek ne legyenek téveszméi, tehát egész Európába készülnek arra, hogy a nikotint előbb-utóbb valamilyen szinten jövedéki
adó alá vonják, de hogy akkor ki fogja megfizetni mikor és hol az adott termék után a jövedéki adót? Hát igen. Érted, ha most te behozol egy 1000-es nikotint, baszki, azon olyan jövedéki lesz, hogy a lábad nem bírod megemelni. Hát ez megint a jövő zenéje, igen, fogalmam nincs. Na mindegy, ezek ilyen iszonyú nyitott kérdések, és szerintem ezt senki, de senki nem gondolta át, és abba a pillanatban, hogy jövedéki lesz a nikotin, Krisztián, indítunk egy aláírásgyűjtést, hogy akkor viszont a koffeint is vonják be a jövedéki termék körbe az összes kurva energiaitalba. Mert hogy az meg kávéból van. Jajon. De még bizonyára tudnánk ilyen példákat hozni a való életből. Például cukor. Mert ott mi van? Hát fölpörget. Nincs benne cukor, akkor lepöröksz. Megáll az agyad. Jó, ez egy elég... Jó, most az én agyam megállt, tehát kurva jót mondtam. Ezen kezdtem meg gondolkozni, hogy mi van a lepörög, fölpörög a cukornak, ez mi köze van? Hát, hogy be van szépen, tudod. Ilyen nyalóka függő, vagy mit tudom én. Látta a Kojakbe, tudod, hogy attól jöttek a gondolatok. Igen, és erről jut eszembe egyébként. De jó, hogy megint nem mondom végig. Ónak, hogy a nyalóka kapu az orális szexhez. Bocs. A szopóka nyalóka. A szopóka nyalóka kapu az orális szexhez. Na, akkor megpróbálom elkezdeni azt a kazánt, ami mondtam, hogy itt, de most már tökre elvette az élét, hogy ezen pörög egy csomó fórum napok óta. Ez az Altusznak a kazánja, ami coil lesz kazán. Ne szívjál már annyit, mert zavar a zaj, Krisztián. Tekerés nélküli kazánról beszélünk, és én megkattintottam gyorsan a videóját, ezt egy kis ferdeszemű srác csinálta egyébként, és ő csinálta magát a... Mintha ez az Egyesült Államokban számítana. Igen, igen, csak mondom, hogy az Egyesült Államok. Hogy 53 ezer... Napi betevő rasszizmusunkat hallottátok. Köszönöm szépen, hogy már megint közbeugattatok. Le fogom némítani ezt a sávot ilyenkor. Tehát egy kis sárga, egy kis ferdeszemű, aki egyébként meg akartam dicsérni, hogy egyébként egyetemre jár, és egyébként nyaljátok meg a seggem. 53 ezer megtekintés 4 nap alatt. Ez a... Hát, azt mondja, Atomizer Tank by Guo, mert ez a srác neve Guo. És elmondja először a videó elején, hogy hát olyan indítatásból, hogy neki a nagypapája bizony cigarettázott, és károsodott a tüdeje, fizikailag is gondolom, károsodott a tüdeje, és ezért ő elkezdett a főiskolai tanulmányaival összefüggésben fejleszteni egy ilyen tankot. És ez a tank, ez úgy néz ki, hogy olyasmi a fűtőszálnak a működés, ami nem tudom, emlékeztek-e a ezekre a vape donatokra, a Feddedi árult ilyeneket. Ja. Az egy kerámia köpeny volt gyakorlatilag a fűtőszálon. Itt úgy néz ki a dolog, hogy de jó, hogy csak pont azt az ablakot zártam be, szódjon meg. Segítetek, mert én emlékszem rá. Mire? Én most nézem. Mire? Egyébként, erről? Nagyon tetszik az ötlet, zseniális. Tehát úgy néz ki, hogy van benne egy CVU chip nevezetű cucmerák, ami ugyanolyan 5-10 csatlakozó, egy kis kazántér, és egy lapkát képzeljetek el, mint egy microSD kártya, akkora méret körülbelül, és két kis, szerintem a lapka alja egyébként az állítással szemben az réz érintkező, és annak a tüskéje, ami keresztben van, az arany, és ez egy termokonduktív kerámia ellenállás,
és gyorsabban fölfűt maga, mint az alumínium, és azt kell még tudni róla, hogy, hogy olyan magas hőmérsékleten oxidálódna, hogy azt már úgysem használná az ember ezekre a célokra. Úgyhogy a srác itt leírta, azt mondja, hogy tesztelve lett 200 fokos hőmérsékleten 30 másodperces használatokkal, és több mint 1 millió kapcsolási ciklus volt az élettartalma ennek a, ennek a kis CVU chipnek. Amit lehet még róla tudni, hogy, hogy azt hiszem, hogy ebben egy wolfram szál van benne magában a kerámia chipben, ha jól olvasom, és 0-ról 1000 fokra néhány másodperc alatt izzik fel, és valahol a határa az valahol 1800 fok környékén van talán, tehát azért, azért ez bőven túl lehet fűteni. Sőt, mondja a srác is, hogy ezt ugyanúgy pulzálva lehet izzítani, tisztítani, sőt, a tisztítása ennek úgy megy, hogy hát most kicsit leegyszerűsítem, de ezt a hideg lapkát a csap alá tartod, és egy nedves zsebkendővel lecsiszatolod róla a kokszot. Ennyi. És akkor utána használod tovább. Túlozhatunk itt, nem volt nekem sose ilyen slugszámlálós periódusom, hogy most mennyit pöffentek egy évben, de ha ne is az 1 millió ciklust vegyük alapul, akkor is sok-sok hónapig tud az ember használni egy ilyen darab csippet, és akkor megkíméled magad a tekergetésektől, az állítgatásoktól, és a beüzemelését, nem tudom, néztétek-e a videónak, valami borzasztó egyszerű. Tehát lehet ezekhez... Egy vatta burkot kell gyakorolni. Lehet ezekhez kapni egy ilyen vatta igen, lapot. Hát körülbelül ilyen félcolszor, félcolos lapkát, azt a tetejére így U-alakban ráhajlítod, belerakod a kazánházba, gyakorlatilag a kazán testébe így belehúzod, rátekersz 2 menetet, és kicsit, ha lehet, akarom egyszerűsíteni, akkor a működését tekintve olyan, mint mondjuk egy GT, hogy kívül kilóg a vatta, és befele szívja. Arra kell ugye figyelni, hogy mikor a kazánba beleraktad, akkor utána feszesre kifele kell húzni a vattát, hogy érjen oda ehhez a hőtermelő egységhez. És viszont utána baromi nagy felületen fűt, likvidet, ugye azt is leírja, hogy természetesen amelyik likvid jobban kokszol, az itt is meg fogja hagyni a nyomát, de hát csak annyi az egész, hogy szépen akár mondjuk egy fogkefével is lecsúvászhatja az ember. Várjál, mit ír még itt? Na, én közben gyorsan végeztem egy számolást. Én annak idején, amikor áttértem végleg az e-cigarettára, akkor pont egy ilyen slugszámlálós készüléken volt, és ilyen 800 slukkot nyomtam le egy nap. Uh-huh. És az 1250 napra jön ki. Az mondjuk majdnem... Nem szor. Igen. Na, legyen mondjuk az, hogy tudod, ez olyan, mint autóknál a fogyasztás, csak legyen 2 év. Mondjuk, de legyen csak 1 év, hogy évente 1 kazán kis ellenállást cserélsz benne, az is bőven fasza szerintem. És mennyire zöldek vagyunk, az ökológiai lábnyomunk. Csődbe mennek a húzalgyártók. Mert hogy azt mondja egyébként, hogy ugye az a jó benne, hogy nagyon, nagyon állandó az a mennyiség. Nem, attól függetlenül, hogy ugye nagy a felület, és baromi nagy gőzt tud csinálni, ha néztétek a videót, a fogyasztása nem támasztja ezt alá. Kevesebbet eszik, tehát nem olyan, mint ezek a TFV4, meg a hasonló nagy cloud chaser kazánok, nem eszik annyit. Azt mondja, hogy ezt lehet TC-vel is használni, és hogy azt mondja, itt láttam eltéréseket, mert volt olyan videó, amiben azt hallottam, hogy hát azért gyengébb az íze. Ami engem egy kicsit visszatart ettől, hogy
hogy olyan, ez mondjuk egy 0,5-ös fej, és akkor kell ehhez ilyen, hát ilyen 60-65 watt környékén pirickázni vele, hogy egy akkora gőz élményt kapjál, mint mondjuk bármely más eszközödből. Tehát nem tűnik föl. Elég szigorú azért. Igen, és úgy, hogy a 60-65 watt az csak akkor tűnik föl, mikor gyakrabban töltöd, és mondjuk ugye a töltési ciklusaid és az akkumulátorod terhelése miatt hamarabb kell aksit cserélned. És abban még nem sokan gondoltak bele, mert most megy az Evolve hype, és ott vannak benne a lipo aksik, hogy azok is el fognak egyszer használódni, és azokat is egyszer cserélni kell, csak azt mondjuk nem olyan egyszerű adott esetben, hogy kidobom a 18650-t a gyűjtőkonténerbe, és akkor veszek a shopból, és belerakom a töltőbe, aztán már használom is. Tehát magával ránthatja azt, hogy kicsit hamarabb fognak elhasználódni az aksik. Tehát nekem ez a 60 watt azért, hogy napi szinten használjam és gőzöljem, az nem biztos, hogy kéne. Viszont ők itt váltig állítják, hogy itt nincs ilyen szájba köpködés, mert ugye, hogy itt egy komplett nagy fűtőfelület érintkezik folyamatosan a wattával, nem úgy, mint mondjuk egy hagyományos üvegszálas tekerésnél, ahol a kis rések vannak, és akkor itt fölmelegszik, itt fölforrósodik, ott nem, itt így pattan, ott úgy pattan. Itt azt mondják, hogy itt ez az egész nagyon, nagyon állandó, és mindenhol közel azonos hőmérsékleten van ez a kis CVU lapka, illetve a körülölelő watta. Azt mondják, hogyha a körülötte a watta elszíneződött, akkor egyszerűen csak ki kell cserélni a wattát, letakarítani ezt a lapkát, és egy új wattával már is üzemelhet tovább. Aztán mi van még itt? Lehet ezt is... Igen, azt írja, hogy a száraz égetés az élettartalmát csökkent heti a chipnek. És mivel baromi gyorsan fölmelegszik, ezért odafigyelve kell ezeket a száraz égetéseket is elvégezni, mert hogy körülbelül 1500, nem tévedés, 1500 foknál kezd el sárgán izzani, és azt mondja, hogy ugye 1000 fok körül látsz már valami színt, és 1000-től 1500 fokig az körülbelül neki egy másodperc környékén van. Tehát ez nem olyan, mint a meháinkban, hogy nyomjuk, most sárgán izzik, most még egy picit várok, még a cox lepattan. Tehát itt a másodpercek hamar tönkre tudják tenni a cuccot, de azt írják egyébként, hogy ez a technológia teljesen rendben van 1000 fok alatt. Nagyon meg akarok nézni magamnak egy ilyet, hogy egyáltalán TC nélküli módban hogy szabályozom én azt, hogy ilyen nagyon piciket nyomok rajta, vagy hogy a túróba, mert na mindegy, érdekes. Egyébként az ára lehet visszatartó erő, mert ahhoz képest, hogy ilyen olyan vagyok most, mint a Krisztián, figyeljetek, mondat közben, és érdekes mondat közben innom kell. Egészségedet. Köszönöm. Nehogy itt nekem kiszáradj. Szóval ez a kazán 130 dodó fölött van most. Ahogy majd a jövő héten a faszteket megnézzük. Hát, de tudod, hogy de te is úgy vagy, vagy remélem, hogy úgy vagy vele, hogy azért vannak olyan technológiák vagy technikák, amik az idő múlásával kiforták magukat, hogy megveheted, na, és akkor itt kötök rá a kínai szarokra, ez ugye built for a lifetime, made in US, maga ez a kis CVU chip. Persze a gyártás technológia mindenhol adott rá, hogy készítsenek egy ugyanilyet, de hiszen ugyanúgy adott volt, hogy lekopintsák
az Evolve-nak az elektronikáját, aztán akkor csak itthon hány olyan volt, mondjuk Csirik Laci, akinek kigyulladt az elektronikája, mert szar volt a töltőelektronika, vagy mit tudom is én, aztán ment a levesbe. Nem egy, nem két ilyen panelcsere miatt fordultak hozzám, úgyhogy ez meg közel van ahhoz a szám, azért a számhoz, hogy itt az a kísérletezgessek, hogy a kínai fej az hogy bírja, de zsír lehet. Mondjuk lehet, hogy ott a kazáncsere kitolódik mondjuk 2 évre, de lehet, hogy nem is 1000 forint lesz egy ilyen fejbe. És ezt még nem tudjuk. Szerintem hogy... egyébként ebben az a zseniális, hogy a gyakorlatilag a Genesis óta nem történt igazából ilyen nagy váltás vagy áttörés a fűtés kapcsán. Mondjuk jó, még ide lehet talán sorolni a wattát, de hogy megint van egy olyan előremutató technológia, amiből a jövőben aztán egészen-egészen elképesztő dolgok is kikerekedhetnek, meg ki is fognak szerintem, tehát ezzel nincsen semmi probléma. Szerintem azért, de bocsánat, én is azt mondom, amit a Charlie, hogy azért várjuk meg ennek a technológiának a kiforrottságát. Maga ez a technológia, tehát hogy mondjam, tehát én elhiszem a marketing dumát, amit a srác tudatlanul, vagy tudattalanul is tol, hogy azért, mert hogy a nagypapámnak, és higgyétek el, nektek nem akarok rosszat, hát a nagypapámnak se akarnám, hogy meghalljon, azért csináltam ezt neki, és akkor ő mutatja, hogy kell vépelni, de mondja, hogy hát ő nem használja ezt, mert ő nem vépel egyébként, csak ő technikailag érdekelte a dolog, és aztán tessék, megcsinálta Amerikában. És egyébként itt azt írják, hogy ők bíznak és hisznek ebben a CVU chipben, és attól függetlenül, hogy mindenki megismeri ugye a manuálban, hogy kell használni, meg hogy nem kell használni, és hogy ezt évekig tudja használni. Ilyet se nagyon láttunk még, hogy kazánra és magára a belsejére ugye hát limited ugye, de 1 év garanciát vállalnak. Tehát azért az se rossz, hogy jó, gondolom nem arra, hogy tudod, úgy gondoltam, izzítom úgy, mint a izzét, leégetem a kokszot, a csap alatt meg izzítok, tehát arra biztos nem, mert elpattan a picsába. Nem, azt írták is, hogy a száraz égetésből adódó problémák az elveszti a garit. Igen, de kurva jó az ötlet, és én már látom magam előtt, hogy itt majd, ha ez bejön, akkor jön, mert én a fejemben ezt úgy látom, hogy azért a levegő áramlás itt szerintem nem annyira optimális. Tehát az lenne a jó, hogyha erre a nagy felületre telibe menne a levegő, nem az élét kapná el, és úgy süvítene el jobbról-balról. Aztán lehet, hogy akkor meg, hogyha egy picit megdöntenéd mondjuk, hogy ilyen 30 fokban valahogy elkapja magát a lapka testet a levegő, akkor a másik oldal túlhevülne, fene tudja. Igen, De kurva jó pofa. Kurva jó pofa. Hát ezt mondjuk meg lehet oldani, hogy a levegő áramlást hol vezetett be a kazán térbe. Azért is érdemes egyébként tehát nem 378-an vannak most a srácnak a csatornájára feliratkozva, és 4 nap, bocsánat, január 9, de 4 nap alatt 53 000 megtekintés. Tehát nem csak minket érdekel ez, és lehet ez jó ötlet, ám. Úgyhogy zsíros deszka szerintem a cucc, de az erősen látszott, hogy a videóban is majd lehet látni, hogy a srác egy kicsit alacsonyabb teljesítménnyel kezd, és ma majdnem olyan egós gőze van, és utána fölnyomja 60-ra, és akkor aztán jön a földindulás. Érdemes erre a kazára odafigyelni. Én még abban is benne lennék, hogy valaki megveszi nekem, és én azt használom. Nem ebbe, hanem... Szerint, ez egy jó ötlet, ebben én szerintem ezt, vagyok. Hogyha kiadják, mint ahogy már láttuk, hogy van egy csomó olyan amerikai termék, akár a professzionális home computerre gondolva is, ami ugye Cupertino-ban tervezték, de
Kínában gyártják. Az az a gép, ami nem lagol, tudod, Krisztián? Na mindegy. Hagyjad már a hírsét. Az enyém se laggol, Charlie. Ja, csak Krisztiánnal van akkor a gond. Na szóval én abba is belegondoltam, hogyha ez tényleg így felfut a srácnak, akkor lehet, hogy ez heteken, hónapokon, vagy tehát belátható időn belül lejjebb fogja tornászni majd az árát a kereslet olyan szempontból, hogy hát ugye sokat előállítani mindig olcsóbb, mint kevesebbet, aztán hát ha ez a, mert azért valljuk be, hogy egy ilyen akármilyen most használt kazán, amiben ilyen kis integrált fej van, mondjuk ez nem nagyon kicsi fej, tehát azt tegyük hozzá. Elsőre fura is, hogy oldalt majdnem 2 centit, több mint 2 centi vatta csak így lóg ki a halálfaszára. Szóval akkor lejjebb mehet ennek az ára, csak ez így nekem még picit sok egy ilyen majdnem integrált egy prototípus kazánért. A másik pedig, hogy tehát nekem már az is sok pazarlás, hogyha a kitöltött puffer, amit a tankba beletekerek, ha abban likvid van és ki kell dobnom, már ha nem vérzik érte a szívem, csak hát azért, na, érted. Ebben meg kurva sok vatta van, és mikor valami gond van, azt cserélni kell, akkor meg rengeteg. Hát látszott ott is, hogy a gyerek mikor kitekert, hogy így szépen lehúzta, mint a GT-nek a szélén leszoktam húzni annó az üvegszálnak a bajszát, hogy annyi likvidet ne pazaroljon, de hát nyakig likvides volt itt a srác a videóban. Na, ennyi lett volna csak akkor, tehát jegyezzük meg. Altus, Coiless, Atomizer, Tank. Itt vagytok? Nem tudom. Tehát én most teljesen magam itt alatt vagyok ettől a dologtól, hogy már láttam így magam előtt a faszteken, amikor mindenhez lesz majd ilyen fej, és nem Wolfram szállal, hanem nem is tudom, mindenféle kínai szírszarra, lehet, hogy csak 6 hónapot megy, külön készüléket fognak alágyártani, hogy ezt a problémát megoldják, lesz majd olyan meha, ami szaggatja a kapcsolást helyetted, vagy mit tudom is én, tehát szerintem itt megint lesz egy ilyen óriási fölfutás ebbe a dologba. De jó, hogy így írogattok egymásnak, miközben én beszélek. Persze, azért, mert ugye megbeszéltünk valamit, és aztán nem úgy lett. Hát nem én csináltam. Hát nem kell beengedni addig akkor a lakásba. Meg lett beszélve egy időpont. Akkorra jöjjön, addig álljon kint, vagy üljön le a kocsiba. Na, gyorsan szaladjuk még át, hogy milyen téma van a show notes-ban. Hát Laszkó ott Attilának nem fogunk kedvezni, azt már látom. Hát várjál még, hát szóljunk bele Németországban. Krisztián, tiéd a petíció link. Igen. Múlt héten ígértem ugye, hogy elkészítem a használati útmutató fordítását a német petíciónak, ez meg is történt, úgyhogy ezúton szeretnék megkérni mindenkit, hogy terjessze és írja alá. Egy enyhén macerás a történet, de szépen végig van vezetve, hogy mit is kell csinálni. 50 000 aláírás kell egyébként összegyűjtenie a németeknek ezen a petíción ahhoz, hogy meghallgatást nyerjenek a Bundestag, a német parlament előtt, és előadhassák, hogy mi is van ezzel a TPD-vel, és hogyan kellene normálisan elektromos cigarettát szabályozni. Mai nap átlépte a 42 000 aláírást a petíció, úgyhogy igen szép esély van még, hogy így az utolsó hétben eléri az 50 000-et, úgyhogy hajrá, hajrá, gőztársak, és írjuk alá, minél többen segítsünk nekik. Én már aláírtam, megvártam, amíg Krisztián kiteszi a mellékletet. Nincs 2 perc. Tehát így megnyitottam az egyik ablakba a Krisztián segédletét, oda mentem a német oldalra, pikpak, zseniális, és köszönjük szépen, Krisztián. Nagyon szívesen, én pedig köszönöm Norbert Zillatronnak, vagy Zillatronnak, aki eredetileg az angol verziót elkészítette.
Illetve előkerítem a linket hozzá, mert Blacky meg még egy videós segédletet is készített hozzá. Azt is ide beteszem a show notes-ba. Mondjuk annyi hozadéka volt a dolognak, hogy úgy valahol megkattintottam a linket, és az átlinkelt a ja nem, tudom, hát a ti petíciós oldal, nem, de a ti petíciós oldalatokról mentem át. És akkor ott megint megláttam azt a videót, ahol Ricitas az e-cigiről elmondja. Már láttam, érted? De újra lejátszottam magamnak, én sírtam a gyönyörtől, tehát meg is osztottam újra az oldalamon, zseniális. És azt nem tudom, hogy ki csinálta egyébként, Krisztián. Én sem tudom. Én tudom, én tudom, csak a nevét nem tudom. Csak a nevét de nem. De úgy fejre tudom, mert csinált ő egyszer valami ilyen aktivistáskodó videót valami felhívásra, és onnan megragadt a dolog. Bearanyozta a napomat. Ez amit beraktál valami. YouTube, ez az? Igen, igen, ez Blackynek a videó útmutatója ugyanahoz a petícióhoz. Oksa. És akkor utolsó pontként a komoly témák közül az teljesen off-topic és Krisztián hülyesége, hogy mentsük meg a kertjét, meg magunkat. A ligetet, ugye zöld utat kapott a népszavazás kezdeményezés egyrészt az ellen, hogy teleépítsük mindenféle szírszarral a ligetet, és a másik is, ami meg arra vonatkozik, hogy népszavazást írjanak ki arról, hogy szeretnénk-e mi olimpiát rendezni Budapesten, avagy sem. Ugye a kormányzat azt mondta, hogy ez mi buták vagyunk emberek, hogy ezt eldöntsük. És mégiscsak lehet erről népszavazást kiírni, úgyhogy erről is lesz népszavazás, és a két projekt úgy döntött, hogy együtt fogják intézni ezt a dolgot. Lett nekik egy honlapuk, hajrábp.hu, ékezetek nélkül, és itt lehet mindenféle információkat olvasni róla. Ha valaki feltétlenül olimpiát szeretne Budapesten, akkor az nyilván az egyiket nem írja alá. Ha valaki meg szívügye a liget, és hogy ne legyen tele baszva épületekkel, az meg akkor támogassa a másikat. De azt tudod, hogy állítólag megakasztották a ligetes szavazást? Mert hogy valaki észrevétellel élt? Igen, igen, az most van a nem tudom én mi előtt, és szem két héten belül derül ki, hogy most azzal mi lesz. Uh-huh. Jó, a kampányolást csak ettől függetlenül elkezdték. Igen, csak mondom így zárszó, vagy igen, 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 ott még valami jogi procedúra ketyeg a körül. Igen. Na jó, akkor a hivatalos része vége, és csak azért, hogy Krisztiánt tovább sanyargassuk, hogy nem tud oda menni, ahova kéne, beszéljünk még egy laza másfél órát sorozat témába. Nem, de ezt a sanarát, ezt nem én írtam be. Nem, ezt én írtam be, ez is én voltam. Hogy hívják? Most indult, a harmadik epizód, nem, mert dupla epizóddal indult, tehát 4 epizódja ment le, az MTV-n indult új sorozat, egy fantasy regény alapján készült, nem nagyon tudtam, hogy mit várjak tőle, itt félszemmel a Facebookon láttam kigörögni, és ráolvastam, és letöltöttem, és megnéztem, és egy nagyon jó minőségű, nagyon izgalmasnak ígérkező fantasy sorozat, spoilerezni nagyon nem akarok a témában, de az is lehet, hogy valaki olvasta már a vonatkozó regényeket, és akkor tudja, hogy miről van szó. Olyan emberkék játszanak benne, a neve nem fog eszembe jutni, aki az öreg csóka volt a Slidersben, vagy például Gimlit játszott a Gyűrűk urában, illetve az Arrowból az ausztrál csávó, ő is játszik benne egy brutál durva druidát. Úgyhogy egész jó pofa a szereposztás. Egy kicsit szerintem a fiatalabb korosztály célozza meg, legalábbis a főhősök nagy része eléggé fiatal, de hogy úgy nagyon jó pofának és ígéretesnek ígérkezik. Láttam belőle két részt én is, tehát alá tudom támasztani, hogy az utóbbi idők egyik legprofibban megcsinált ilyen azért valljuk be őszintén, hogy fantasyből nem voltunk annyira eleresztve az utóbbi időben. Jó fantasyből meg aztán végképp, nem? Hát nem. Úgyhogy sorozatban meg pláne.
Úgyhogy mindenféleképpen azt gondolom én is, hogy érdemes rajta tartani a sorozatkedvelőknek a szemét, mert egy ígéretes sorozatnak tűnik amúgy. Na és ha már tovább folytatódó sorozatokra rátérve, Blacklist második fél évad első részét néztétek? Uh-huh. Mit szólsz? Milyen a megy szósz? Jól indult, érdekes. Itt lesz... Van benne csavar, rengeteg. Hát arra leszek kíváncsi, hogy most mi a szent szar van, mert nagyon szorul a CIA és faszinak a nyakán a hurok, de meg azt a ez a heti, hogy mondtad az előbb? Heti fajgyűlölő posztot akkor kimerítem, hogy az a néger gyerek, az a kis gírnyó, te azt én úgy telibe tudnám verni, annak olyan feje van, bazd meg, ahogy néz a vigyorgásával, hogy az bármikor gondolkodás nélkül tarkon tudnám lőni. De ott is. És ki ez a nő most, aki lement a pincébe? Aki elvitte a csajt? Ki ez a nő? Az valami US Marshall anyám kénya. Ja, tehát érted, tehát a US Marshall az valahol a békasegge alatt van a hírszerzéshez képest, de ő majd elviszem előletek. Mindegy, érdekes... Kiterül. Igen. Vagy beborul. Hú, de mekkorát! Hú, de súlyú vagyok, beleássatok az adásba. Képzeljétek el, elkezdtem nézni a... Vagy ezt mondtam már múltkor? Az ember a felleg várbant. Igen, azt mondtad, hogy tetszik. Jó. Akkor én meg képzeljétek, elkezdtem nézni a Fargót. Illetve az első évadot ledaráltam. Ez most olyan felépítésű, mint a True Detective? Nem. Hát szerintem meg de. Nem, még hát, milyen szempontból? Hát olyan szempontból, hogy a második évad az 1970. Ja, kompletten más, ami a második évadban megy, igen, ami az első évadban megy. Illetve ugye az leesett, hogy a második évadban a ki is? Aki most már ugye a retired rendőr, aki a kávét öntögeti, az a rendőr. Itt vagy? Az nem. Ja, a kávézó? Igen. Szerintem meg az a neve után. Legalábbis, hogy a csajnak mi a neve, és ugyanaz a neve, ugyanaz a település, úgyhogy szerintem az ő. Lehet, az jó pofa fordulat lenne. Meg, hogy kisgyerek benne, és kislány is, és az a kislány. De zseniális, ahogy ott rögtön az első részben egy ilyen, és én ezt már az előző évadnál is, tehát ez a Fargo, ez egy ekkora kabaré nem lehet, hogy tudod, hogy azért, és ott a Friday Night Lights-ból a srác, aki játszott, nem is tudom, valamilyen katona szerepei voltak még, az most ilyen kikerekedett tanyasi gyerekfeje van, és akkor mit csináljunk egy hullával, aki még azt mondja a feleségem, bazd meg, ez is zseniális, hazajövök úgy az autóval, hogy elütöttem egy őzet, és hazavezet úgy, hogy benne van egy ember félig a kocsijával szélvédő, szóval ez annyira morbid. Utána kell nézzek, hogy, mert ugye mindig azt írják, hogy megtörtént események és izéhozé, hogy hát ez, utána kell olvasni, hogy ilyen hülye emberek tényleg vannak a világon. Hát mondjuk, de vannak, mert hát nálunk is van egy csomó ilyen tudományosan tovább gondolkodó, tehát biztos, hogy Amerikában is vannak hozzájuk hasonló faszok. Hát meg azért, ha már filmekről beszélünk, azért ne felejtsük el, hogy a Nemes Jeles László filmje... Fakje, ismét tarolt. Szerintetek lesz Oscar jelölés? Ne beszéljünk róla, mert nem akarom elkiabálni. Ne csinálszeljük, igen. De egyébként annyira jellemző volt a magyar... Fölrobbant tőle a Facebook, és mitől robbant föl? Attól, hogy hülyék vagytok. Nem is volt olyan bazd meg, hogy holokauszti. Akkora faszok. És ilyenekből bazd meg ömlött az ilyen komment. Tehát, hogy ezt komolyan elhiszitek, basszátok meg te. Meg azért nyert, mert zsidó filmet forgatott. Fú, ott nagyon elgondolkoztam, hogy
kitöröljem a gyereket, vagy csak a kommentjét, tehát hogy az ismerőseim közül töröljem, hogy bazd meg, minden témánál rá lehet fűzni két komment után a Fideszre meg a zsidókra, ez zseniális. Nem tudunk semminek bazd meg örülni. Annak nem tudunk örülni, hogy Golden Globe-ot sose nyertünk még. Mondhatjuk azt, hogy nyertünk, hiszen podcast téma nálunk a film. Tehát mi is megnyertük egy kicsit, ellentétben Palácsik, vagy hogy hívják, Vajna tímeával, aki bazd meg pózolni, azt tud velük. Kurvára köze nincs a filmhez, még annyi sem, mint nekünk, de hát mondjuk azt, hogy talán a Mikulás intézte nekik a lóvét. Meg hogy azt mondják, valamelyik kommentelő azt írta, hogy 300 millió forintot elvertek erre a szarra, és nem akartam neki beírni, hogy te tisztában vagy vele, hogy külföldön mennyiből forgatnak bazd meg egy kibaszott filmet, ami még Oscart se kap, vagy még a Globe-ra se jut ki. 300 millió forint, az 1 millió dollárod, bazd meg. Te hülye vagy. Jaj. De hát ott figyelj, ott van a Vajna, hát kérdezd meg, hogy mennyi odakint egy valamire való film. Mennyi volt mondjuk most a legutóbbi Transformer, vagy mi az anyám? Nem Transformer, Terminátor. Transformer. Az se rossz egyébként, én szeretem azt a filmvonulatot, a Transformers-t. Úgyhogy ez egy hatalmas nagy respekt, és bazd meg első filmes. Már hogy a nemes jeles. Igen, és hát nem tudom, ki látta a filmet, szerintem zseniális, amit csinált. Azt mindenki dicséri, ha zsidózik, ha nem, hogy a nemes, amit a hanggal művel, az nem mindennapi. Nem hát, tudom, én még nem láttam sajnos. Már csak azért, de ezt nem szabad izén nézni ilyen, mit tudom én, szarminőségbe letöltött. Be kell ülni egy normális hangosítással rendelkező moziba, aztán ha kijött, utána zsidózhat. De most addig itthon nem. A THX rendszerem az nem jó? Nem tudom, csárd. Jó, én még a kultúrába dobtam be egy eseményt, hogyha úgy tetszik. Szívemnek kedves eseményt. Gondoltam. Urakat állítanak ki, mert hogy úrkiállítás. Úrkiállítás lesz január 15-től március 15-ig a Millenárison. Én annak idején Londonban láttam a... Várj egy picit, Fifika, bocsáss meg. Mújó, 5 percig tudod még magad tartani, vagy... Igen. Oké, köszönjük szépen a nép nevében. Jó, bocsánat. Tehát űrki, és annak idején én Londonban láttam a Science Museumban valamelyik, azt hiszem az Apollo 9-nek a kabinját, és az önmagában egy hihetetlen dolog, hogy látsz egy űreszközt, érted, ami igazi, tehát nem ilyen makett, meg modell, és megnézed a visszatérő egységen a hőpajzsot, meg ott órákat tudtam. Tudod, mi volt ilyen? Bocsánat, nézegetni. Hogy közbeszóltam a New Yorkban a milyen anyahajó van, már nem tudom neked megmondani. És ott rajta kiállítva az Endeavor, valamelyik, amelyik éppen nem zuhant le, és ott is pont a hővédő pajzsokat is ott nézegettem. De tiszta parában voltam, hiszen ott volt előttem egy igazi űrsikló, és ott láttam, hogy hiányoznak róla hővédő elemek, hogy de mondom, nem kell megijedni, ez már nem száll föl többet, csak hogy hú, mondom, ebből gáz lenne, hogy itt hiányzik egy nagy fekete, onnan egy kis fehér, meg ott is ugye valamelyik Apollónak a visszatérő egysége volt. Egészen félelmetes, hogy ez hol járt, és akkor én meg hozzá tudok érni ahhoz, ami kint járt ott a világűrbe. Kurva jó érzés. Összeűrözöd a kezedet. Igen, elkapok valamit. Ja. Na, szóval én biztos, hogy meg fogom nézni. Lesz rá idő, ez durván majdnem 3 hónapig, vagy nem, de... Jaj, hát akkor szervezzük már úgy, hogy együtt menjünk oda. Azt a jó tele köpködjük nekik gőzzel, minthogyha éppen indulna a rakéta. No. Jó. De Krisztián, te nem, te mindig csak ígérgetsz. Én mindig tele gőzölök mindent. Hát azt gondoltuk, lehet, hogy miatt tiltják be itthon is. Na rátérek, egy darab olvasói kérdés van, de ez minden,
remélem sokakat érint, nem azt mondom, hogy mindenkit. Tóth Gyula kérdezte, hogy lesz-e 100. podcast alkalmából találkozó? Akár sértő is lehetne a kérdés. Micsoda kérdés. De hát ez teljesen, ez nonsens. Természetesen. Azt nem tudom ez még, hogy hova írjuk ki, hogy legyen annyira publikus, hogy az e-cigi tesztekre, vagy tényleg csak a podcast csoportba, tehát a párásító Facebook csoportba írjuk ki. Ott ugye jóval kevesebben látják. Ezt vagy megszűjjük. Tehát akkor az első kérdés, of course, lesz. Azt változtassunk a helyszínen, vagy ne? Szerintem jó volt. Már hogy az eredeti, a fanyűvő. Igen. Jó, igen. Nem a, nekem is, nem a nekem belvárosi. Is jó. Ott lesz a Boric és Rácz Béla, na meg Seggiző Mátyás, ezt így írta le. Nem tudom, hogy ki lesz ott, meg ki nem lesz ott, mi ott leszünk. Jöhet-e velem érdeklődő civil, még nem gőzlér? Hát persze. Szerintem, most sőt, ti is mondjátok a véleményeteket. Sőt, elvárjuk. Terveztek-e a találkozó előtt, után egy csoportos gőzölős körsétát, csak hogy megmutassuk magunkat? Hát én szerintem nem. Ez nem ilyen szokott lenni. Igen, tehát ez nem az az alkalom. Amikor... Hát ugye szoktunk csinálni közös képeket, sőt, mindig ott a fanyűvő előtt, de ez a legtávolabbi pont, ahova szoktunk távolodni az asztaltól. Tehát ott fölveszünk egy adást, ott beszélgetünk, ott kóstolgatunk. Maximum a bankautomatáig vagyunk hajlandók el. Igen. Úgyhogy lesz, és akkor mivel ez a 91. adás, még van 9 hetünk odáig. Igen, pont azt számolgattuk, hogy ha nem marad ki adás semmi miatt, akkor ez a március 15-i hét lesz. A magyarok istenére. Amikor egyébként meg át kell ülni a másik autóba, úgyhogy azért az necces lesz. Mert milyen autóban mi van? Hova? Hát március 15-én jött az SMS, hogy ha kifogyott a benzin, üljél át. Ja. Aha. Ne hagyd el az autódat, vagy üljél át egy másikba, igen. Jó, úgyhogy hát már csak azt kell megszülnünk, hogy akkor hogy legyen, mint legyen, hogy az előtte levő, vagy a 99 után következő hétvégén, de szerintem úgy lenne értelemszerű, és akkor utána lenne egy kvázi hét szabadidőnk, és úgy vennénk föl. De zsíros karaj lesz, nem tudom, hogy intézzünk-e valamit, vagy most ez ilyen nekibúsulós 100. adás legyen, tehát hogy legyen-e ott valami kóstoltatás, vagy... Szerintem ott tudjuk, adjuk meg a módját, már elég magasra emelte a mércét a múltkor is. Fú, akkor most valaki tőle. És biztos, hogy lesz ilyen 100. likvid is. Tehát. Várjál, múltkor volt Shakespeare, akkor Shakespeare. Most Petőfi? Hát március 15. Ezért mondom, Petőfi likvid. Petőfi likvid. Vagy Táncsics. Vagy Táncsics. De ha nem, remélem nem börtönöznek be minket. Jó. Akkor még... Pilvax. Nem. Ez lesz a likvid. Pilvax. Na, egyszer azt hittem, hogy végre lesz egy likvid, amit én nevezek el. Én bábáskodok a keresztségénél, erre rögtön. Hú, az tök jó, tök jó. Jó, legyen Pilvax. Oké. Okay. 0-1 oda, vagy 15 semmi. Jó van akkor. Na mindegy, hát azt majd megszülöd, hogy mi legyen, hogy legyen. Az a lényeg, hogy málnás legyen. A többit letoljom. És akkor szűjjük meg az adás címet. A... 1 óra 33. Az majdnem 91, az 93. Most már 94. Megvágom 91 percesre. De ettől függetlenül nem tudom. Alkotói válságban vagyok. Mondjatok ti valamit. Már mire? Hát adás címre. Már megint ez a... Mi nem jut eszembe. Miért nem tudjuk ezt előre megbeszélni, érted?
Istenem. Kellene egy adászcímgenerátor. Kellene egy adászcímgenerátor. Ilyenkor lehetne betelefon... Ja, de ugye nem online az adás. Azon telefonáljatok be, hogy mi legyen az adás címe. Azon folyamatosan gondolkozom, mert meg tudnám már a jelenlegi technikával oldani, hogy betelefonálhassanak az adásba. Meg online-ok is tudnánk lenni ugye a Mumble-lel, de hát tököm. Na. Cím, tiszta cím, ha nem tiszta, vidd vissza, ott a jó. Legyen ez, Charlie, amit mondtál akkor. Már micsoda, hogy cím, tiszta cím? Alkotói válság. Ez nagyon jó. Alkotói válság, vagy azt is lehetne, hogy Lackó Attila keresztre feszít minket, vagy futunk a Lackó elől, vagy valami hasonló címet. De jó, akkor legyen ez alkotói válságban. Mindenkinek megköszönve az eheti figyelmét. Jövő héten egy dupla jót fogunk kitalálni akkor. Vagy a jövő heti adásnak két címet fogunk adni. Lesz egy gyerekverzió, és lesz egy felnőtt verzió. Annyira nem is voltunk most izék szókimondóak, basszus. Kimaradt az összes ilyen. Na mindegy. Hát a végére még mondhatsz kettőt, hármat, és akkor le van tudva az adás. De akkor most clean lesz az adásunk, a betyár mindenit. Na fiúk, örülök, hogy itt voltatok. Krisztián, te menjél új számítógépet venni. Futok, szaladok. De hát ezt szinte éreztem. Mikor lesz új mikrofonod? Ha minden jó megy, akkor jövő hétre vagy azután. Úristen! 2040-ben. Finomódik. Jó van, fiúk. Akkor én köszönöm a figyelmet mindenkinek. Megint egy jót kokettáltunk. Találkozunk jövő héten a 92. adáson. Adás felvételén, és már gondolkozzunk a jövő heti adás címen. Hogy ne legyünk alkotói válságban. Na, sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok! Köszi, sziasztok!